Nagyon jó. Ki az, aki rútolta a telefonját? Ki az, aki rútolta a barátjának a telefonját? Ki az, akiben már lefőtt a kávé, amikor rútolás közben nem bírta kiszedni a telefonját bootloopból? Jó. Jó, hát akkor azért látom, hogy van némi tapasztalat ezzel kapcsolatban. És amire most kicsit beszélni fogunk, tehát hogy ez csak hogy lássátok, hogy fog felépülni ez az előadás sorozat. Tehát most így az elején ez picit lehet, hogy száraz lesz, meg az utolsóban még akár uncsinak is mondanám. Főleg, ha már foglalkoztatok, meg olvastatok a témakörben. Viszont ahhoz, hogy a továbbiakban, amikor tényleg belemegyünk a finomságokba, azt értsétek, meg értékelni tudjátok, ahhoz sajnos nélkülözhetetlen az, hogy az elején olyan, mint amikor hangszert tanulunk, és akkor skálázunk az elején, tehát ez most ez egy olyan gyakorlat lesz. Oké. Alapvetően most egy ilyen három lépcsős dolgot képzeltem el így ennek a bevezető sorozatnak. Most az elsőről lesz szó. Ez gyakorlatilag, amit elneveztem Android System Essentials-nek. Elnézést kérek előre is, alapvetően angol nyelven lesznek a anyagok, amik ki lesznek vetítve, beleértve a Chrome-nak az üzeneteit is. És ez amiatt van, mivel elkezdtem ezt a cuccot lefordítani magyarra, és akkor én ilyen szörnyszülöttek kerültek bele, hogy kernel image J-vel, meg ilyenek, és annyira szörnyen nézett ki, hogy nem bírtam megtartani, úgyhogy maradunk angolnál. Remélem, hogy azok, akik a szamurái kutyát akarják járni, azokat ez nem fog eltántorítani. Jó, tehát Android alapvetően, amiről szó lesz az ő, tehát ez egy S2-es Samsung Galaxy telefon, ez nem csalás, nem ámítás, ez nekem egy időben volt a telefonom, ez egy nagyon-nagyon jó kis cucc, ez nagyon jó bírja fizikailag is ez a reklám helye. És erről fogok nektek mutatni mindenfélét, meg erről fognak menni a demók a továbbiakban. Egy ilyen androidos eszköznek azért van sok vetülete, tehát van egy hardware része alapvetően, meg van neki OS-en, meg az OS-nek is különféle részei. Most ezeken fogunk egy kicsit végig szaladni, így villámgyorsan. Tehát ez a színes ábra, ez az, amit gyakorlatilag minden androidos security alkalmazásról szóló előadásban meg fogtok találni. Ez egy nagyon móricka ábra, de a lényeg rajta van. El tudjátok olvasni, vagy nagyítsak rajta? Hátul ülőket kérdezem. Nem? Jó. Akkor nagyítunk rajta. Mondom, nagyítunk. Jó. Így jobb egy fokkal? Tehát arra van szó, hogy az Android alapvetően ez egy ARM processzoron futó Linux kernel, meg a köré csomagolt mindenféle jóság. Ugye ez most már a Google-nek egy projektje, most már 6-os verziónál járunk, és gyakorlatilag ugye ebből én egy csomó-csomó érdekes dolog, például az, hogy ilyen standard Linuxos varázslások, mint például a UNAME-A-hoz működik. Ez egy régi 7-es Cyanogen modhoz tartozó kernel, tehát látjátok, hogy ez egy elég régi kernel, 2013-as build. És ez az alsó ábra mutatja azt, hogy épül fel egy ilyen Android OS, ezen most nem fogok végigmenni, mivel garantáltan, mire alulról a pirostól indulunk a kékig, a zöld tetejénél már mindenki alszik. Úgyhogy csak nagyon röviden mondanék róla annyit szót, hogy amit tapasztalunk az eszközön, az ikonok, meg az alkalmazások, azok ebben a rétegben vannak. A hardware az egész alján, az egész alatt, és a kettő közötti kapcsolatot gyakorlatilag ezek a frameworkök, meg librarik, meg runtime, meg ilyen mókák teremtik meg. Ezekről a későbbiekben lesz is szó, most ezt azért nem akarom elemeire cincálni, mivel majd, amikor az egyes témákról fogunk beszélni, akkor érdekesebb dolgok fognak szóba kerülni, mint az, hogy mechanikusan végiglistázzuk bullet point szinten, hogy melyikben mi van. Jó, menjünk tovább. Ha már OS, akkor vannak benne processzek. Tehát azt gondolom azért már aki Androiddal foglalkozott, az már találkozott azzal a dologgal, hogy minden egyes processz, ami ezen az OS-en fut, az nagyjából egészéből külön userrel fut. Ez egyrészt igaz, másrésztről nem igaz. Azért igaz, mivel hogyha elindítunk egy ilyen alkalmazást, amik ebből a kék részből vannak, ezek tényleg külön userrel fognak futni, viszont az alsóbb rétegekben vannak olyan userek, amik közösek. Tehát, hogy ezért ez bizonyos szinten igaz, bizonyos szinten meg nem igaz, hogy minden nap külön userrel fut. Na most ezekről nem nagyon esik szó egyébként, ezekről a különleges userekről, amik vannak egy-egy ilyen androidos eszközön. Tehát most nézzük meg egy párat. Tehát így, ha meg
pillantjuk, hogy mik vannak. Tehát gyakorlatilag ugye a PS parancs kiadása után tudunk mindenféle processzinfókat meg. Ezt meg is mutatom, csak hogy lássátok, hogy nem csalok. Itt van nekem ez a androidos telefonkészülőkem. Itt talán még VNC is maradt hozzá, bizony. És akkor meg tudjuk nekik mondani, hogy milyen processzek futnak. Ez a standard Linuxos PS kimenet. Ezzel most nem nagyon rugóznék, hogy melyik mező mit jelent. A mi szempontunkból sokkal érdekesebbek a userek. Ezek a userek egyébként minden androidos eszközön megvannak. Most az, hogy éppen melyiket mire használja az adott build, az már adott esetben különbözhet különféle gyártóknak a eszközein, meg ugye a Google-nak a referencia imidzsén is lehet, hogy mások, de alapvetően, hogyha a PS-t kiadjátok, akkor ezekkel fogtok találkozni. Nézzük, hogy a legelső a root. A root az egy Linux rendszereken, ugye nyilván tudjuk, hogy ez a legerősebb user, és nagyon normális processzek nem is nagyon használják ezt a jogosultsági szintet, viszont natív démonok igenis futnak rootként. Tehát most, hogyha megnézzük, hogy ezen a konkrét builden mi van, akkor látjátok, hogy például a kernelnek a vackai, a watchdogok, meg a különféle kernel taskok, azok mind-mind roottal futnak. Aztán, ha tovább nézzük, akkor van ez a system nevű jogosultság, vagy system nevű user. Ez Androidnál egy, hát majdnem olyan jó, mint a root, viszont egy csomó dolgot nem engednek ki az oprendszer, ami a rootnak van. Például más usereknek a sandboxához, meg fájaihoz nem tud hozzáférni. Tehát ki az, aki próbált már rootolni, mármint úgy rootolni, olyan androides eszközt rootolni, amihez nincs root. Tehát amihez nem lehet rootolni, ezt tegyük fel. Hárman voltunk, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen döbbenetesen izgalmas feladat, az ember a processzlistát bogarásza, nézegeti, hogy mi fut, mi az, ami rootként fut, és akkor elkezd nézegetni, hogy hová lehet mindenféle helyekre injektálni ezekbe a processzekbe, parancsori paraméterek, vagy egyéb jóságok formájában, ez pontosan ugyanannyira unalmas, mint amennyire hangzik. De a lényeg az, hogy amikor keresgélünk, hogy milyen processzekbe érdemes injektálni, akkor általában a root vagy system jogokkal futó processzeket keresünk. Egyébként konkrétan, amit a Kassa Petivel csináltunk, az egy ekkora Cisco-s telefonnak volt, az Androidot futtató eszköznek volt, amikor azon dolgoztunk, hogy hogy lehet vele visszaélni. Na most a system, meg a shell, meg ezek a cuccok, amik itt vannak lent, ezek ugyanolyan user ID-jú userek, mint bármelyik másik, csak a UID-juk az különleges, és amikor API hívások szintján ellenőrzi az OS, hogy milyen userből hívták meg őket, akkor ő ugye ezt le tudja kérdezni, és ez alapján csinál nagyon sok ellenőrzést. Tehát ugye a kernelben meg egy csomó olyan frameworkben, amik futnak, gyakorlatilag ezeket a UID-okat ellenőrzik. De erről még később lesz szó, tehát hogyha most esetleg nem lenne világos, hogy mi ez, akkor ne aggódjatok. Na most én keresgéltem, kiraktam, hogy milyen cuccok futnak ebben a system userben. Ez nyilván ugye a érintőképernyőhöz tartozó vackoknak a függvényei, vagy processzei, meg a settings daemon az ezekkel a jogokkal fut. Aztán shell. Shell az szintén egy elég érdekes user. Gyakorlatilag, ha nem rootolt telefonra, bekapcsoljuk benne a development módot, meg van egy ilyen Mortal Kombatos kombó, hogy 7-szer kell rátapintani a buildre talán a settings menübe, és akkor előjön, és egy ilyen nagyon vicces, tehát a összeesküvés elmélet hívők azok parádésan tudnak mindenféle ebben kialakodni. De lényeg az, hogy alapból, amikor nem rootolt a telefonunk, vagy rootolt, de secure ADB-nk van, akkor alapból ennek az ADB usernek a nevében kapunk shellt. Ennek 2000-es a UID-ja, és elég sok mindenhez hozzáfér, de gyengébb, mint a system user. Aztán egy másik érdekes állat, az a rádió nevű user, ami pontosan az, ami a neve, az gyakorlatilag az a Android Reeled, ezt felolvasom, mert nem bírom nagyítani, viszont ekkora a mérete a betűnek. Tehát ez a Radio Interference Layer Daemon, Interface, nem Interference, Interface Daemon. Gyakorlatilag ez az, ami a basebandet bütyizi, és tulajdonképpen ez az, ami fut akkor, amikor telefonálunk. Tehát ennek van nyilván egy olyan komponense,
ami a tárcsázó, meg ezek a vackok, amikor számot hívunk, akkor ezt az alkalmazást hívják meg, és ő gyakorlatilag a baseband-del ezen a démonon keresztül beszélget. De még egyszer, tehát hogyha erről később még fogunk beszélni. ADBD, erről szintén beszéltünk, az ADB-nek külön user-e van, az ADB az Android Debug Bridge. Igazából örülök, hogy ennyien tettétek fel a kezeteket, mert akkor ezt most nem kell elszpoilerezni, hogy micsoda. Tehát ez egy olyan cucc, ez olyan, mint a svájci bicska, amikor androidos appot tesztelünk, gyakorlatilag mindenféle módokból lehet kapcsolgatni az eszközt vele, akkor csillió egyéb dolgot lehet elérni. Lényeg az, hogy ennek van egy szerver oldali, meg egy kliens oldali komponense. A kliens oldali az nyilván a gépen fut, tehát ez a kis Ubuntu-on futó parancsori ADB kliens, meg van egy démonja, ami az eszközön fut, és ezért beszélgetnek, amikor például lekérjük a process listát. Aztán még nagyon-nagyon gyorsan megemlítem, van egy InstallD, ő az a user, amelyik installál, amelyik csomagokat telepít. Tehát amikor például a Google, nem App Store, az Apple-nek van, Play Store. Tehát, hogy amikor a Play Store-ból valami vackot telepítünk, akkor ugye a ránézésre az úgy tűnik, hogy megnyomod a gombot, és akkor egyszer csak elkezd letöltődni a cucc. Tehát olyan, mintha maga az a kis GUI-s kliens töltené le, vagy húzná le a felhőből, a valójában pont fordítva történik. Tehát az van, hogy te gyakorlatilag küldesz egy ilyen felhőnek szóló üzenetet, hogy hello, ezt az appot erre a telefonra légy szíves pusold le, és akkor a következő üzenet a felhőből jön, és ezt az installer démont hívja meg, és akkor az fogja ténylegesen feltelepíteni az alkalmazást. Aztán Keystore DRM, ezek meg ilyen kriptográfiai szolgáltatásokhoz tartozó userek. Ezek nyilván, ugye ez egy elég régi Android, ez gyakorlatilag második Lajossal együtt halt bele a cserepatakba, amikor a csatában belehaltunk. Tehát ez egy Cyanogen Mode 7, ez 2013-os build, gyakorlatilag már csak múzeumokban használják. Meg pentesztelők, akik nem akartak újabb Androidra váltani. Ezek voltak eddig a technikai userek. Nem technikai user, az így néz ki, tehát ilyen típusú usereink vannak, amikor elindítunk egy appot, akkor ilyen típusú userhez lesz hozzárendelve. Na most ezt, szerintetek ez miért jó, hogy a különféle user által elindított ilyen GUI-s alkalmazások különféle userekkel futnak? Csak ilyen bekiabálásra. Access control, egy, aztán? Igen, hát az access control bizonyos értelemben, igen, aztán? Logolás. Akár, logolás, aztán? Applikációs szintű tűzfalazás. Igen, ez is lehet, de van még valami, ami sokkal kézenfekvőbb. Permissionok. Sokkal egyszerűbb úgy betartatni egy permission, hogyha gyakorlatilag process szinten lehet hozzárendelni az adott OS jogosultságokat. És akkor ugye az a nagyon-nagyon jó, hogy ezeket az alkalmazásokat külön lehet nagyon-nagyon finoman szabályozni permission szinten, de ezt majd később fogunk mondani néhány dolgot erről. Na, aztán kiszedtem itt három olyan processzt, ami érdekes visszempontukból. Aki tudja, az kajabálja be, hogy melyik mire jó. El fogom mondani, csak ha esetleg van olyan, aki vágja, akkor hajrá, hogy ne csak én beszéljek. Init, az első. Senki. Biztos, hogy tudjátok, aki használt már Linuxot, és próbálta megölni az initet, az tudja, hogy milyen. Tehát gyakorlatilag az init az a process, ami elindul akkor, amikor az app elindul, és ez folyamatosan fut a gépben. Tehát ez ugyanaz a funkciót tudja, mint egy standard Linuxos init. Aztán a sokkal izgibb ez a Zygota, vagy Zygote nevű cucc, ez micsoda? Ezt tudja valaki? Ő minden processzek ősatja. Ugyanis az történik, hogy amikor egy androidos environment föláll, akkor... ez mekkora szó vicc. Szóval, hogy amikor bebootol az eszköz... Vagy akkor csak nekem esett le. Na, szóval, hogy amikor bebootol a Androidunk, akkor gyakorlatilag ez az alkalmazás, ez az a process, ami elindul, a legutolsó. Tehát ez, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, ez elindít egy darab Dalvikot, Dalvik virtuális gépet,
teljesen alapbeállításokkal. Tehát akkor, amikor egy user-en indít egy alkalmazást, akkor gyakorlatilag ez az Android processz forkolódik. Tehát ő kap egy szoketen keresztül egy üzenetet, hogy forkolódjál, és gyakorlatilag minden processz valahol zigótaként indul. Tehát így van megoldva Androidban, tehát nem indul új processz, hanem úgy forkolódik, és viszi magával a teljesen szűz dalvik virtuális gépet. Tehát ha majd később, vagy nagyon-nagyon sokára fogunk beszélni arról, hogy instrumentalizációs framework-öket hogyan lehet csinálni, tehát hogy hogyan lehet olyat csinálni, hogy mondjuk egy alkalmazást elindítasz, és miközben fut, így okádja ki a syslogba azt, hogy mit csinál. Az egyik lehetőség arra az, hogy ezt a zigóta processzt, ez ugye egy per USR, per XBIM, per zigóta nevű binárisban lakik, és ezt szépen ki lehet szedni, meg lehet patchelni úgy, hogy mindenféle API hívásokat a syslogba is beleírjon. És majd ezt meg fogjuk csinálni, egyrészt erre van már kész megoldás, tehát igazából még programozni se kell hozzá. Másrészt meg fogunk olyat is csinálni, hogy mi magunk fogjuk ezt így összehákolni. De még egy baromi izgalmas munka. Aztán a harmadik, amit ki akartam rakni, az a Vol-D, az a Volume Daemon. Ki az, aki már nézegette, hogy mondjuk a különféle proprietary telefon enkripciós algoritmusok hogyan működnek? Rajtam kívül nem volt még ilyen pervers. Tehát ugye az van, hogy amikor mondjuk nézzük a Samsungnak a eszközét, Samsungnak a implementációját, tehát hogy gyakorlatilag ebben a Vol-D binárisban csinálták meg az eszközszintű enkripciónak a leírását, meg a rutinjait. Tehát gyakorlatilag, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy adott esetben lehet-e olyat csinálni, hogy egy enkriptált telefont mondjuk offline törni, tehát hogy ne kelljen hozzá maga az eszköz, hanem kiszipkázzuk valahogyan az enkriptált tartalmat, ráengedjük a kis Python scriptünket, és akkor az percek, napok, órák, hetek, évek múlva megmondja, hogy mi az enkripciós kulcs, és milyen passzvorddal lehet kinyitni. Na, hogyha ilyesmiket szeretnétek csinálni, akkor ezt a Vol-D binárist kell bütyízni. Tökéletes végszó. Néhány szó arról, hogy mi van az eszközben. Tehát ugye a lelke ennek a kis vacaknak az egy darab NAND flash. Ugyanis az történik, hogy amikor az eszközünket kihozzák a gyárból, akkor van egy ilyen NAND flash tároló benne, ami egyrészt tartalmazza magát azokat a partíciókat, amik az oprendszerhez szükségesek. Másrészt meg most már az újabb telefonokban, most már 4-5 éve, gyakorlatilag az egész NAND flashből van levágva egy darab, ami ilyen SD kártya üzemmódban működik, és zenéket, meg képeket, meg ilyen nyalánságokat lehet rápakolni. De ettől függetlenül ez még egy darab NAND flash az egész. Tehát, hogy hiába látszik úgy, hogy logikailag ez egy tök különböző dolgokból álló valami, ez még ugyanaz a darab áramkör. Partíciók. Világosan végig fogunk szaladni, hogy milyen partícióink vannak. A per boot az nyilván nem tartalmaz túl sok újdonságot. Itt van rengeteg minden, ami kell ahhoz, hogy bebootoljunk. Itt van a kernel image, a RAM disk, attól függően, hogy van megcsinálva a bootolási processz. Ez egy olyan dolog, ami alapból mondjuk nem fog látszani. Tehát, hogy most, hogyha kiadok egy mount parancsot, akkor a per boot az ebben a sok mindenben nem is fog látszani. Aztán, ha tovább megyünk, akkor van két partíció, amit én egy kis csillaggal jelöltem, az a per system, meg a per data nevű cucc. Tehát a per system az nyilván az maga a rendszer partíció, azt általában read-only-ként van mountolva. Ezt én ki is hoztam nektek ide, hogy lássátok, hogy nem csalok. Tehát ez egy teljesen sima X4-re formatált valami, read-only-ra mountolva. Aztán, amikor a user elkezdi használni a készülékét, akkor nyilván ő ugye mindenféle változtatásokat fog rárakni, alkalmazásokat telepít, beállításokat ment el, stb. És ez a per data helyre fog rákerülni. Ebben van egyébként az összes olyan alkalmazásnak a sandboxa, amit föltelepítünk. Tehát, hogyha volt-e valakinek akár HTC Desire-je, és mi volt vele a baj? Hogyha túl sok appot telepítettél rá? Nem telepítettem, mert túl sokat,
nem telepítettél rá túl sokat. Tehát ugye az volt a baj a Desire-rel, hogy ez a partíció, amire a per data került volna rá, ez gyárilag, a gyári romban le volt korlátozva, 128 megára, és ez nagyon-nagyon kevés volt, tehát ráraktál egy Skype-ot, meg mondjuk egy, mit tudom én, valami csevegőklienst, és már el is fogyott a 95%-a ennek a partíciónak. Éppen ezért lettek rá mindenféle trükkös munkolások, hogy igazából ezt az SD kártyára is lehetett telepíteni, csak színvégekkel átírjuk, de hogyha ezt nektek nem kellett végig szenvedni, akkor csak én voltam, aki ezzel rengeteget szívott. Amikor reseteljük a telefonunkat, tehát van egy ilyen beállítás a Settings menüben, hogy a factory beállításoknak a visszaállítása, az gyakorlatilag ezt a partíciót küldi meg napalma, tehát a többi az érintetlen marad, és amikor következőben bebootolsz, akkor ugye az érintetlen system partícióról feláll a rendszer, és mivel üres a per data, fog téged köszönteni a telefon, hogy hello, állíts be a Google fiókodat. Aztán van egy olyan partíció, hogy recovery, aki rútolta a telefonját, vagy csinált már nagyon szörnyű dolgokat velem, az találkozott már ezzel a screennel. Legtöbb eszközt be is lehet rakni egyrészt szoftveresen is ilyen módban, másrészt meg ADB-ből lehet reboot recovery-vel felhúzni ezt a boot módot. Samsungokon menü, fölfelé power gomb, meg van nekem egy Sony Xperia Z3-asom is, azon is valami hasonló módon lehet bevinni, de ez gyakorlatilag gyártónként különbözik, hogy milyen módon, de azért véletlenül elég nehéz beletenni ebbe a módba. Most ebben a menüben látszik, hogy ez mire jó, gyakorlatilag itt lehet mindenféle külön alkalmazásokat telepíteni, lehet oprendszert frissíteni rajta, adott esetben akár rá is lehet pumpálni valamilyen otthon főzött romot, és kicsit kiterjeszteni az eszköznek a képességeit a gyári romhoz képest. Aztán van egy baromi hasznos dolog itt, ez a Backup and Restore nevű menüpont, ami arra jó, hogy Android backupot lehet csinálni az egész eszközről, tehát gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az összes partíciót, ami ide föl van írva, ezeket szépen így egy az egybe kirakja egy jó nagy targézébe, és ezt később vissza is lehet tenni, tehát ebben az a baromi jó, hogyha esetleg otthon főzött romot telepítenél, és mondjuk az adott verzióban éppen a kernel hibás lenne is, mert ugye a finn gyerekek, akik otthon fejlesztik a pincében, azok valamit félreütnek, és nem tudna bebútolni az eszközöt, akkor erről vissza lehet még hozni, tehát hogy akkor sincs veszve semmi. Aztán a per cache-ről nagyon sokat nem is beszélnék, gyakorlatilag ez egy olyan hely, ahová az operációs rendszernek a cache fájl, mint a Dalviknak a mindenféle cache-elése ide történik. Aztán van a MISC, hát az meg egy kérdés. Igen, hogy amikor a datát letörli, mert faktorizhetem a cache-t is ürítője, akkor automatikusan? Valamikor igen, valamikor nem. Én azt tapasztaltam, hogy érdemes a recovery menüből azt is kigyalulni. Mert mondjuk valószínűleg olyan nagy galibát nem fog okozni, mert ugye nincs, ami használja már a cache-t, mert hogy maguk az appok azok megszűnnek létezni, de ettől függetlenül volt, amikor az segített. Aztán van a permisk, az gyakorlatilag egy olyan cucc, ami van, ahol van, hogy nincs, vannak olyan OS kiadások, amilyen van, ahol hiányzik. Gyakorlatilag ilyen rádióhoz kapcsolódó dolgok, meg mit tudom én, az IMEI tud itt lenni, meg ilyen cuccok, de ez gyakorlatilag már hardware-től függ, meg gyártótól, hogy éppen van-e, meg hogy mi van benne, ha van. Ami a szempontunkból, azaz pentester szempontjából fontos, az ez a két partíció, ez a per system, meg a per data, főleg a per data, ugyanis az összes alkalmazás, amit föltelepítünk egy eszközre, az itt fog kikötni, és amikor teszteljük a appunkat, akkor ezt a partíciót fogjuk matatni. Jó, akkor beszélni egy kicsit a rútolásról, mert erről nagyon-nagyon sok tév képzett, meg nagyon sok olyan dolog van a fejekben, ami nem feltétlenül fedi a valóságot. Tehát a rútolás alapból azt jelenti, hogy olyan hozzáférést szerzünk az eszközünkhöz, ami a gyári oprendszerben mondjuk nem volt meg. Tehát ez most konkrétan azt jelenti, hogy rútok leszünk, nyilván ettől erről kapta az egész folyamat a nevét, rútok leszünk az eszközön, és ez a fájlrendszer szintjén ez egy súbinárisnak a megjelenését jelenti, megfelelő jogosultságokkal, és
ehhez általában szoktak adni, vagy szoktak telepíteni egy olyan ilyen nagyon szép GUI-s alkalmazást, amivel lehet szabályozni, hogy melyik appok férjenek hozzá ehhez, meg melyik appok ne. Ebből van egy kismillió fajta, a legelterjedtebb az a SuperShow nevű csoda, ami bizonyos szintig azt is tudja, hogy magát a subinálist is visszapasszírozza, hogyha esetleg valami történne vele. Na most alapból ugye ezt a gyártók nem nagyon szokták szeretni, tehát hogy én egy-két kínai, meg ilyen távol-keleti telefon kivételével nem is nagyon láttam olyat, ami alapból rútolva jönne, tehát amit így mondjuk szolgáltatónál lehet venni, vagy tudtok olyanról? Mert én nem nagyon láttam még ilyet. Nem? Vagy mindenki alszik. Tehát ezt gyártók általában nem nagyon szokták szeretni, hogy ilyen legyen, hogy ilyet lehessen. Ezt ennek szerintem nagyrészt most már historikus okai vannak, mivel hogy ahhoz, hogy az eszközödet függetlenítsd az adott gyártótól, mint baseband szolgáltató, ahhoz többnyire szükséges volt régen az, hogy rútolva legyen. Most már ez nem feltétlenül van így. De lényeg az az, hogy amikor ezt az egész folyamatot, ezt az egész processzt megcsináljuk, ez igazából, itt van is nekem egy ilyen nagyon kis móricka leírásom róla, hogy hogy néz ki. Tehát ez gyakorlatilag itt, ez semmit nem látok belőle, ugye fogadok. Jó, akkor ezt kimásoljuk egy... És, na, ezt már látjátok? Na, tehát ez gyakorlatilag egy pofon egyszerű rútolási eljárást ír le, tehát annyi, hogy fogunk egy system partíciót, leimidzseljük, kicsomagoljuk, felmontoljuk, most igazából ez annyira nem is lényeges. Ez az egésznek a lényege, hogy belemásoljuk a súbinálist, ráadjuk megfelelő súlyt biteket, meg megfelelő jogosultságot beállítjuk, az egészet visszacsomagoljuk és visszapumpáljuk a imidzsünket az eszközre. Tehát ez nagyon egyszerűen ennyit jelent a rútolás. És onnantól kezdve, hogy rútok vagyunk, már egy csomó-csomó feature elérhető az eszközünkön, ami egyébként nem lenne elérhető. Tehát tudtok, esetleg akik rútoltak telefon, tudtok ilyet mondani? Én bekiabálással ugyanúgy. Így van, tehát rootként tudsz alkalmazást futtatni, igen. Patchelni tudsz Hexeditorral, igen, aztán? Másik app sandbox, ugye rootként nyilván bármit tudsz olvasni a file rendszerből, igen, aztán? Így van, hát gyakorlatilag bármit tudsz írni, olvasni az eszközödről, aztán segítek. Framebufferhez csak rootként lehet hozzáférni. Ha, de jó. Nem baj, egyébként nagyon vicces, mert a bináris maga kifagyott, vagy az app kifagyott, de attól a service meg megy. Tehát, hogy gyakorlatilag VNC kliens is nagyon nagy hákolása, vagy csak bizonyos USK esetén működik rútolás nélkül, viszont rútolással meg simán megy. Na, aztán hogyan lehet ezt az egészet megcsinálni? Tehát ugye most, ha már a bootról beszéltünk, meg a boot processről, akkor fontos beszélni arról, hogy van ez a androidos boot chain. Tehát maga a architektúra, az, amikor megfogant a mérnökök fejében, akkor úgy lett kitalálva, hogy különféle boot állapotok vannak, tehát amikor onnantól kezdve, hogy áramot kap az eszköz, és addig, hogy ténylegesen megjelennek az ikonok a képernyőn, de rengeteg minden történik, és egy ilyen sok lépcsős folyamat az egész, viszont alapvetően az volt a design megfontolás a dolog mögött, hogy minden egyes folyamat, vagy minden egyes lépés, vagy szakasz, azzal kezdi, hogy megnézi a következő szakasznak az integritását. Tehát ez most, hogy éppen honnét jön, hogy ez egy partícióról való beolvasás, egy fájlnak az ellenőrzése, egy kernel image-en való integritás ellenőrzésnek a lefuttatása, az igazából tök mindegy. De a lényeg az, hogy elvileg maga a platform azt támogatja azt, hogy egy ilyen trusted módú elejétől a végéig biztonságos futás legyen úgymond szavatolva. Na most, amikor rútoljuk az eszközünket, akkor általában ebbe valahol így beletörünk. Tehát akárhogyan is, de ha más tudom, akkor a system partícióra oda írni fogunk, és alapból, amikor a jóisten fejében megfogant a system partíció, akkor ő read-only módba szerette volna, hogyha az emberek mountolják.
És ha más nem, akkor a partíciós táblában, meg a mount módokban ott van valami eltérés. Tehát előbb-utóbb bele fogunk ütközni abba, hogy ezt a boot chain-t ezt valahol meg kell törni. Na most ehhez alapvetően több lehetőségünk is van, de van egy alapszintű bootloader, ami hardveresen van rá gyógyítva az eszközre. Tehát ez egy nem nagyon vagy nagyon nehezen módosítható része a hardvernek. Ez alapvetően lehet lezárt vagy nyitott. Ezt ki tudja elmondani, hogy ki tudja, mi a különbség a kettő között? Igen, és? Hát, de most már talált ki a végét is, mert a felét már elmondtad. Így van, igen. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogyha ilyen lezárt bootloader van, akkor nem lehet elvileg belenyúlni a boot chainbe. Tehát az van, hogy különben az eszköz nem fog egyáltalán elindulni. Tehát rá lehet pumpálni a flashre, valahogy rá lehet gyógyítani valami olyan firmware-t, vagy olyan dolgot, amit be lehetne tölteni és le is tudna futtatni. Viszont a lezárt bootloadernek az integritás ellenőrzése miatt ott meg fog állni a bootnál. Akinek régi Motorola-ja volt ez az eFuse nevű, eFuse nevű cucc, ami gyakorlatilag egy ilyen egyszer törölhető RAM résznek a törlésével gyakorlatilag brikkelte az eszközt, hogyha enne alkalommal megpróbáltál szennyezett kernelt bootolni, ami egy nagyon szemét dolog volt a Motorola részéről, aztán nagyon sok savat kaptak érte, úgyhogy azóta már nem nincsen benne, de régi Motorola telefonokban ez van. Tehát alapvetően ugye a különbség az, ahogy mondtuk is az, hogy a felhasználót a user, vagy a felhasználót nem engedi, hogy fölülírja a boot chain további részét, míg az unlock bootloadernél meg lehetséges ilyet csinálni. Na most a rootolás szempontjából egyik sem veszett teljesen, tehát lásd például a Motorola-hoz is jött ki Motorroot nevű cucc, amivel lehetett rootolni. Az konkrétan egy kernel bugot használt ki, és így lett root, és akkor így mindenféle helyekre visszaírta magát, tehát azért akkor sem volt teljesen elveszve a dolog, de hát sokkal szebb, például nekem a Samsungnak a megoldása az sokkal jobban tetszik, hogy a Samsung eszközökön alapból ugye le van csukva a bootloader, viszont egy megfelelő parancsal ki lehet nyitni. Most ez általában, hogyha függetlent veszel, hogyha különféle basement providereknek, például Telekom, meg Telenor, meg mit tudom én, ilyenek veszik, akkor ők van úgy, hogy úgy veszik, vagy úgy rendelik a készülékeket, hogy ez a feature már nincs benne, de akkor is lehet még nagyon sokszor akkor is ki lehet nyitni valahogy csak kicsit kerülő módon. Tehát alapvetően két módon kérdés. Figyelj, mutatom. Na, az an szót kitörlöd. Ha unlockolni lehet, akkor lockolni is lehet. De akkor ez gyakorlatilag újra fogja kalkulálni neked, hogy mi az, amit betölt, és hiszen hozzá egy test, és azt mondani, azért nem így működik a dolog, tehát van benne egy kulcs, amivel alá lehet írni azt, amit be akarsz bootolni, és ezt lehet kibekapcsolgatni. Tehát például, hogyha Nexus phone-od van, akkor ott alapból ezeket gyakorlatilag ennyiből áll kibekapcsolgatni az integritás ellenőrzést. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy vissza akarod pakolni az egész telefont gyári állapotba, úgyhogy vissza tudod rárakni a gyári image-et, és vissza is tudod csukni a bootloadert. Annak már nem fog stimmelni nyilván az aláírása. Te miért csinálnál ilyet? Bebútolja az eszközöd. Igazság szerint azért, mert ráhúztam egy SignalGen modot, és így nem vagyok soha meggyőződve, hogy mondjuk erre nem szoktam be valamit. Szeretném lezárni, hogy akkor jó, én most tudom, hogy ez egy jó szemben, és szeretném lelokkolni, hogy akarattal húzzam. Tehát azért ez egy... Igen, tehát értem, de való...
jogos lehet a kérdés, viszont az a baj, hogy onnantól kezdve, hogy rútoltad az eszközödet, és egy másik uprendszert tettél rá, azért ezt a lehetőséget sajnos elbuktad szerintem. Na, de még kérdés esetleg, hogy ez világos volt-e, mert ez lehet, hogy kicsit nehezen emészthető volt elsőre. Hogyha nem, akkor nyugodtan mondjátok, mert igazából szeretném, hogyha megértenétek, meg később ez hasznos lehet. Kérdés? Milyen kulcssal van tudósítva az a hárnak, amivel rútolást csinálján készülék? Tehát ez kinek? Ez a van gyártónak a saját... Hát igen, a gyártó pakolja bele. Meg kéne tudni a Motorola-nak mondjuk a privát kulcsát hozzá, hogy aláírd. Kérdés? A sérülékenység mindig feltétel a rútolásnak, vagy van olyan, amit a nélkül is lehet? Hát, mármint az OS-ben lévő sérülékenység. Hát figyelj, alapvetően ugye az van, hogy sérülékenységgel rútolni mindig lehet, ha rútra töröd valamelyik processzt, és mondjuk rábírod venni a processzt, hogy valami olyasmit futtasson, amit te szeretnél rútként, akkor nyilván olyan szempontból nyertél, hogy nem kellett semmilyen módon játszani a bootchain-nel. Viszont hogyha ugye ez azért elég bonyolult, meg ez adott esetben vagy működik, vagy nem működik, és elég esetleges, tehát gyakorlatilag minden egyes eszköz, minden egyes romjának, minden egyes verziójában meg kéne nézni, hogy milyen sérülékenységek vannak. Tehát ez mondjuk nagyipari, tehát ez ilyen kisipari lakatos munkára tökéletes, de utat nem építenék vele. Tehát ha rútolni szeretnéd, akkor sokkal jobb megoldás az, amit itt mondtam, hogy gyakorlatilag egy tipikus eljárás az, hogy kinyitod a bootloadert, felül csapod a recovery image-et, a recovery image-ből vagy belerakod a subinárist ezzel az előző módszerrel, és akkor megmarad a gyári nomod, csak belekerül a súly, és tulajdonképpen rútolva lesz, vagy pedig úgy, ahogy van, dobott ki az egész gyári nomot a túróba, és felraksz rá mondjuk egy CyanogenMod modot, vagy MIUI-t, vagy valami másik ilyen főzött romot. Gyakorlatilag ezt meg lehet csinálni nélkül, hogy sérülékenyen a szoftver. Igen, mert gyakorlatilag az egész szoftvert úgy, ahogy van, kiemeled, mint egy császármetszésnél, és így kirakod. És az a jó, hogy ki is lehet venni, meg vissza is lehet tenni a gyári romot. Tehát onnantól kezdve, hogy van egy ilyen recovery image-ed, hol vagy? Van egy ilyen recovery image-ed, mint például az a Clockwork mod, vagy ez most már nem annyira menni, hanem van ez a TeamWin recovery. Onnantól kezdve, hogy ez már rá lett gyógyítva az eszközödre, onnantól kezdve már bármit tudsz vele csinálni. Kérdés? Az magán az eszközön, azon a részén, amit nem tudsz módosítani. Tehát az, ami betölti, ami akkor indul el, amikor az eszköz áramot kap. Tehát ezt a részt, hát ezt szerintem csak étaggal lehet fölülírni, vagy kalapáccsal. Igen? Szóval amikor feltelepünk vele a Clockwork módot, akkor az melyik része a rendszernek? Van az a hardware-be állított rendszer, ami ezeket tudják írni, akkor ez a külön rész, ugye? Ez nem így van. Tehát hogyha egy Samsung telefonnal csinálod ezt meg, akkor legalábbis egy időben egy ilyen kis sárga feltkeltő jelet raktak ki alulra, és ezzel jelezték azt, hogy hello, ez már nem igazi ez a boot image, és akkor itt van az, ami történik, hogy innentől kezdve a gyártó szétteszi a kezét, hogy bocs, barátom. És akkor lehetne igazából nem is Linux, nem csak Linux-ot rakni, hanem írhatnék a szemlőbe valamit, bármit? Írhatnál? Persze. Miért ne? Egyébként vannak ilyenek, tehát például ez most így röjjesnek tűnik, de van ennek való gyakorlati felhasználása is. Például akkor, amikor forenzik módon akarsz egy telefont imidzselni adott esetben, és akkor lehet azt csinálni. Például mondjuk ez nem is Android, hanem inkább iPhone-okon működik. Ott is megvan ez a koncepció, most ez egy kicsit vadváltás lesz, de ott is megvan ez a Trusted Bootchain nevű dolog, és amikor jailbreakelsz, akkor ugyanúgy megtöröd, tehát ez a része, ez közös. Viszont ott ahhoz, hogy forenzik módon be tudj imidzselni egy eszközt, az egy időben volt egy ilyen Sogeti Lab által megszült ilyen kis image, amit gyakorlatilag átjúzból visszaraktál az eszközödre, és azzal be tudtad imidzselni, illetve tudta törni device-on a screen pint. Ez most már egy ideje nincs. Tehát, hogy ennek a módjának is vannak gyakorlati hasznai. Jó, menjünk tovább, én azt mondom. Még
azt még gyorsan elmesélem, hogy alapvetően hogyan rútolunk. Tehát ugye nyilván aki már rútolt telefont, az így tudja, hogy nagyon sok, tehát nagyon nagy atomfizika nem kell hozzá, tehát így felraksz egy ilyen kis Windows-os vackot, rádugod USB-n, megnyomsz három gombot rajta, megnyomod a nagy piros start gombot, és aztán a kis Windows-os app meg a eszköz önmagukban elvégzik a többit. Te meg rágod a körmedet, hogy csak nehogy megmakkanjon az eszköz, főleg ha előszörre csinálod, saját tapasztalat. Szóval, hogy alapvetően kétféle módon lehet csinálni, az egyszerűbbik az, amikor nincs lokkolva a bootloader. Egyszerűen akkor annyit csinálunk, hogy felrakunk rá egy recovery image-et, és ebből a recovery image-ből tudunk mindenféle új romot, meg ilyen jóságot installálni. Na most, hogyan lehet írni? Tehát ugye alapvetően van egy úgymond hivatalos ilyen eljárás, ez a fastboot nevű protokoll, vagy ilyen eszköz. Ezzel lehet elérni a NAND flashnek különböző részeit. Tehát ez gyakorlatilag ilyen blokk szinten meg tudod mondani, hogy melyik partíciónak, melyik blokkjára mit akarsz ráírni. És ez meg is történik. Tehát az, amikor fastboot módban rakod az eszközt, akkor nem is ez a kép fogad. Tehát ez egy ilyen bebootolt user mód, de nem is ez fogad, hanem egy ilyen kis kinyitott hasú droid. Ott mutató ilyen kép. És tulajdonképpen nagyon nagy interakciót nem is lehet csinálni az appal, összesen annyit, ami elindul, az annyit csinál, hogy lehetővé teszi azt, hogy tetszőleges részét írt a flashnek. Ez a hivatalos mód, ez vagy engedélyezve van, vagy nem, egy pillanat. És van egyébként a gyártóknak is ilyen saját protokolljuk, amivel lehet élni, Samsungnak az Odin, Motorola-nak meg az a TSG, vagy TFS, vagy mi a jó isten, SBF. Mindegy. Tehát, hogy az Odin nevű cucc, erre van egy Odin kliens, ezt le lehet tölteni, és ennek most van egy Linux, ez alapvetően Windows-on futó valami, de van neki egy Heimdall nevű reimplementációja, ami Linux-on fut, konkrétan ugyanazt tudják, kernel image-eket, meg recovery partíció image-eket, meg mindenféle ilyesmit lehet rásütni az eszközre velük. Volt egy kérdés. Igen, akkor az ADB ezen a hardware-ben ágyazott firmware használja, nem? Amikor írja azokat a nem ADB-n keresztül. Tehát betudod az ADB-t, gyakorlatilag arra használod, hogy amikor újraindítod az eszközt, akkor milyen módba induljon újra. Mert ugye ADB démonod itt nincs, amikor a kis kinyitott hasú droidod van. Gyakorlatilag ez az oka, hogy brickelni lehet a telefont, hogy nem a... Van az a tröld, az a firmware-es, amit nem lehet elrontani, de azzal nem tudok kommunikálni, hogyha nem fut a Linux, az Android, és akkor mivel az ADP kommunikál, hogy majd beállítja, hogy mibe induljon újra. Nem, szerencsére nem, tehát ennyire ez ilyen hülye biztos a rendszer, mert hardware gombokkal is be lehet rakni. Tehát, hogyha annyira elpököd a dolgokat, hogy gyakorlatilag már a recovery image se indul el, vagy éppen recovery image-et fejlesztesz, vagy modolsz, ahogy az elég gyakran előfordul, hogy valami elromlik, és nem tudja bebutolni az eszköz a recovery image-et, akkor sincs semmi veszve, mert ebbe a download módba be lehet rakni úgyis, hogy Samsungokon talán a volume le gomb, meg menü, meg bekapcs gombot, ha nyomva tartod sokáig, akkor ebben a módban indul el. Okay. Tehát, hogy azért, meg ugye a Samsungok azok elég hülye biztosak olyan szempontból, hogy nagyon törekedni kell arra, vagy valami iszonyat nagy baromságot kell csinálni ahhoz, hogy ténylegesen brikkelődve legyen, vagy pedig rá kell futni arra a hibára, hogy 4-es Android után 5-ös Androidot telepítesz, gyári image-et, és aztán visszarakod a 4-esben, akkor tényleg brikkelődik. Volt az S2-nek egy ilyen sorozat, amiben volt egy ilyen bug, mert az valami olyan részét írta át a ROM-nak, vagy a NAND flash-nek, amit aztán később, amihez már nem fért hozzá, és akkor ez így hanyat döntött az egészet, de ez egy bizonyos sorozatszámú range-re volt csak érvényes. Tehát ez szerencsére nem olyan. Ezt megnéztem, ez még egy izgalmas dolog volt, amikor kijött. No, én első körben ennyit gondoltam, kérdések vannak-e esetleg? Még, mert azért volt elég sok téma, amiről beszéltünk. Micsorában? Meg tudod mutatni, hogy mire gondolsz? Mert most... Gondolom arra, hogy az veszélyekkel is jár. Ja, igen. Ja, hogy a sárkányok, amire gondoltam, jó?
Tehát alapvetően az van, hogy ugye Androidban a root jogosultságnak a megléte, mármint hogy egy process valamilyen módon tud root lenni. Most azzal, hogy van egy súbinárisa, az egy elég veszélyes dolog bír lenni. Tehát ha például beszívsz valami malvert, ami rájön, hogy hoppá, rootol telefonon vagyok, akkor az olyan mélyen bírja magát bebetonozni az OS-be, hogy ez semmilyen módon nem szeled le. Sőt, ugye akár mivel blokk szinten tudja írni a NAND flash, tehát még akár egyéb helyekre is be tudja magát gyógyítani, tehát hogy ez egy elég veszélyes dolog bír lenni. Egyrészt, másrészt meg azért elég sok olyan dolog van, tehát mondjuk ha van egy ilyen víruskergetőd, ami mondjuk fut, akkor azt, hogyha root volt a telefonod, és mondjuk a malware-et hozzáfér ez a privilege-hez, akkor úgy eldugja magát, hogy nem veszi észre semmilyen módon. Úgyhogy ez egy ilyen vicces dolog, tehát amikor emlékszel a FinSpy-ra, FinSpy, az valakinek mond valamit? FinSpy? Esetleg a Barta Csabán, nem a néztétek a előadást Hacktivity-n a FinSpy-ról, akkor ott volt egy ilyen, ez nekem nagyon vicces volt, hogyha rútol telefonra, ez így egy olyan, az egy gyakorlatilag egy ilyen olyan malware, amit titkos szolgálatok használtak meg kereskedelmi, hát úgy kereskedelmi forgalomban, hogy a nem létező agency-k fizettek érte a nem létező fejlesztőknek, és az volt a poén benne, hogyha rútol telefonra került rá, akkor ezt semmi módon nem lehetett leszinteni, ha még újra is húztad az OS-t, akkor is ott maradt. Tehát ez egy elég komoly probléma tud lenni. Ezért van az, hogy rútolt telefont, például, hogyha Good-ot használsz, hogy ezt vágod-e, hogy micsoda, az egy ilyen Good Works, az egy olyan, gyakorlatilag egy ilyen mobile device management framework is tud lenni, de alapvetően arra jó, hogy céges adatokat, meg leveleket, meg mindenféle munkát lehessen rárakni mobileszközökre és bárhol el lehessen őket érni. És a legtöbb ilyen MDM eszköz nem is nagyon szereti, ha rútolt eszközön futtatják. Tehát például a Good-nál van egy ilyen elég komoly limitáció, hogy ő nem nagyon hajlandó rútolt eszközön futni. Ez így válasz a kérdésedre. Tehát nem egy konkrét dologra utaltál el, hanem csak a érzésre. Igen, tehát gyakorlatilag az, hogy van egy csomó biztonsági feature az Androidban, viszont azzal, hogy rútolt az eszközöd, és hozzá lehet férni rootként, az gyakorlatilag megy ki az ablakon az egész. Tehát a sandbox modell is, meg minden. Kérdés. Húha, melyik? A processzeknél? Igen. Linuxnál úgy van, hogy az init az első processz, ami elindul, és az indít mindent, és pedig a zigót. Tehát hogy van ennek a kettőnk a kapcsolatban? A zigót a Dalvikhoz tartozik, ugye az initben, az init az csak ahhoz kell, hogy a Linux kernelben ugye regisztráljon a processz táblában, és akkor ott tudja futni, meg kap, meg a processzor időnként szóba álljon vele, tehát az ütemezőbe lekerülje. Viszont ugye a Linux kernel az nem közvetlenül futtat Dalvik. Tehát ugye az összes app, amit itt most mutattam, meg ezek a vackuk, amik itt a kék részben laknak, ezek gyakorlatilag ugye Java-ban vannak megírva, meg ugye az OS-nek a nagy része is Java, és ez nem Java-ként fut, hanem egy DEX, egy Dalvik gép nevű bytecode-ra van lefordítva, és ez ami fut. És ugye ezt a bytecode-ot megeszi egy Dalvik virtuális gép, és ennek a virtuális gépnek az ős példánya fut ebben az igótában, ha így érted. Tehát az init akkor csak azt az egy Dalvikot elindítja, Hát gyakorlatilag igen. Tehát, ugye, tehát nem maga az init az, ami processzeket fog, az is indít, de amikor alapból elindítesz egy alkalmazást, akkor neki nem init kell, hanem az, hogy egy Dalvik VM megegye azt a bytecode-ot, ami bele van pakolva az alkalmazásnak a binárisába. Ott volt még egy kérdés, hogy elég régóta fönn van. Gyakorlati kérdés, amit szembesültem is annól. És ha úgy jöttesz, hogy jutod a telefon és felhozol rá mondjuk egy CyanogenMod-ot, meg Clockwork-et a recovery-ben és a boot-ba, mondod a felépről szoktatok ilyet szeretni, és hogy tudjátok, hogy tényleg az felhozol. Oké, amikor felfogtam, hogy kell a recovery partnership-ben a boot-ba valamit betolnak, akkor jó, Clockwork. Leiszedtem két binárist, és hetérő volt a méretük, ami nekem azt mondja, hogy valamelyik rossz, de tudod így, most melyik a kettő? Hát vagy egyik se rossz. Tehát az a vicces, hogy maga a Clockwork mond, az amennyire tudom egy ilyen open source valami. Tehát, hogy le lehet, tehát te is forgathatsz magadnak Clockwork magad, ha végig akarod túrni éppen a forrását.
good luck, vagy pedig ugye van egy olyan dolog, hogy ezért ez a része a androidos community-nek, ez tényleg egy ilyen közösségi dolog, tehát hogy ezért nem véletlenül mondtam azt, hogy Asperger-szindrómás finnországi kiscsávok a pincében fejlesztik, mert azért, mert tényleg ez történik. És ilyen szempontból ugye az van, hogy ha te mondjuk akarsz, tehát akár saját Android disztribúciót is kiadhatsz. Mert ugye a Google-nek a oldalán le tudod húzni az OSP hivatalos kódfát. Sikerült. Hát az a baj ezzel, hogy nem nagyon, tehát van nyilván a TeamWin-nek is, meg a Clockwork Mod Team-nek is egy ilyen oldal, ahol itt lehet hivatalos image-eket lehúzni, de ugye akár ugyan is, de előbb-utóbb bejutsz oda, hogy fórum, XDS fórumokról fogsz bejegyzésebből linkekre rákattintgatni, és ezeket lehúzni, és rátolni a telefonodra. Ha? Hát DD-vel felül legyarulhatod az egészet. Abban az esetben azért elég bizonyosságot szeretett arra, hogy ez... Hát igen, hogy arra vágysz, hogy nulla, csupa nullával feltősd az eszközödet az első blokktól az utolsóig, van rá lehetőség. Gyakorlatban viszont azért van egy olyan oldala, hogy a factory reset az ugye leszedi a datapartíciót, meg ugye az a baj, hogy ezért elég sok minden van, amit így felül tudsz csapni, hogyha blokk szinten elkezded írogatni a NAND flash. Tehát lehetséges, mert miért ne csinálhatnál ilyet, ha rootként úri hóbortod így tartja, de azért sokkal jobb, sokkal egyszerűbb az, hogyha a megadott lehetőségeit. Tehát ugye van a CyanogenMod mod, mert nem, mi ez a... hol van a képem? Ebben a Clockwork Modos recovery-ben is van olyan, hogy factory reset. Tehát ez is gyakorlatilag annyit csinál, hogy legyalulja. Hát igen. De tehát elvileg lehetséges, de túl sok gyakorlati használat, én megmondom, hogy én nem látom ennek. Volt még egy kérdés, ez bennem ragadt. Igen, ez lehetséges az, hogy úgy módosítom az Androidot, hogy engem csak a Linux érdekel, és minden, ami a Dalvik és ami fölötte van, az álljon meg, és én natívan szeretném használni, és azokat a szolgáltatásokat, amit a Dalvik használ, mondjuk az OpenGL, vagy ilyesmi, és elérném natívan. De miért akarnál ilyet csinálni? Fél, biztos vagyok benne, hogy lehet ilyet csinálni. Jó, de mert azért érdekel az Androidnál, mert akkor használhatnám a hardware-hez kiadott image-et, abból levágnám a dolgot, és akkor meg kellhetném. Hát figyelj, mondjuk azt, hogy legyen ez a pet projekted, és akkor még havonta egyszer, ha mindig az fogunk találkozni, úgyhogy majd mondd, hogy haladsz vele. Nem, ez most nem köcsögös körésből mondom, hanem tényleg. Tehát viszont az a baj, hogy ebben az architektúrában azért nagyon-nagyon sok olyan app van, ami ténylegesen használ, tehát ténylegesen Java-ban van megírva és Dextre fordítva. Tehát szerintem itt mondjuk a kernel fölötti részből például az SQLite is már, aztán még az is bináris, de például ezek a vackok már nem. Hát figyelj, a hardware, tehát jó, hogyha megnézed a CyanogenMod-nak a fejlesztését, ott is gyakorlatilag úgy akkor ugranak főverziót, amikor a Samsung ugrik főverziót, mivel hogy akkor ugye a Samsung kiadja, belecsomagolja a saját romjaiba az eszközhöz tartozó, már újabb Androidhoz fordított drivereket. Akkor nincs ilyen védelem, hogy csak aláírva lehet használni ezt az appit a driverbe, vagy ilyesmi, szóval, hogy... Hát figyelj, van ilyen cucc, tehát vagy az OpenGL-t, meg ugye ahhoz, hogy mondjuk ilyen grafikus, olyan értelme a grafikot, mondjuk autóversenyes játékot akarsz fejleszteni, ahhoz egy másik fajta fejlesztői kulcs kell, mint amit így földi haladónként tudsz venni a Google-tal. Tehát mert ugye alapból azt hiszem, hogy a framebufferhez nem férsz úgy hozzá, hogy fejlesztőként azokat az API hívásokat nem tudod elérni, amik mondjuk ahhoz kellnek, hogy az OpenGL-t még ilyen mackokat programoz. De mondjuk én nem foglalkoztam ilyennel, úgyhogy ha esetleg valakinek van tapasztalata ilyen, akkor ezt osztom meg velük, ezt én is csak olvastam egy fórumban. Tehát ez most vagy igaz, vagy nem igaz. A mobiltól nincs valami teljesen?
Azt mondom, hogy trükk az valami ilyesmit, hogy ők ugye hozzák, hogy férjenek low-level cokhoz, de ahhoz, hogy a Samsung telefon meg tudják tenni, Samsung által egy addont kaptak ők, és ők az addonon keresztül tudnak lefelé kommunikálni. Na. Úgyhogy ennyi. Ha esetleg még azt mondom, hogy nem tudom, hogy aki akar menni, vagy rá akar szabadulni a sörös pultra, az tegye meg most. Aki meg szeretne még dumálni, meg itt leszek, úgyhogy akkor gyertek ide. Köszönöm szépen a figyelmet. Még egy imádó vágó kérdésem. Mondj. Van egy alkamerás, amelyik el tudja rejteni a rútolást. Igen. Az Expose-ban még egy ideje, nyugodtan lehet maradni és még beszélgetni, nem kell elfutni. Igen, van ilyen modulok? Itt akartam mondani, hogy aki szeretne maradni, még tudunk maradni. Távozni pedig itt tudtok hátul, ez a hátsó kijáratunk, de itt a legegyszerű. Jó? Köszönjük. Igen. Egyrészt hogyan rejtik el az alkalmazásra kerül, hogy rejtve van, vagy most, hogy rútolva van. Másik oldalon megmondtad, hogy veszélyes, ha rútolva van, akkor könnyen lekaphatok olyan fertőzést, amik megkapjuk a valamilyen rendszer szinten azt mondjuk, hogy ez egyleg nincs a rútolva, csak a megkapjuk a fertőzést. Az első kérdés az, hogy tehát, hogy rejtik el? Tehát itt több lehetőség is van. Tehát egyrészt van az, hogy nem mondjuk ki is lehet törölni a subdurálist, hogyha már úgy vagy, akkor miért fogják megtenni, de ez nem túl okos. Sokkal inkább az van, hogy ugye, ha megnézed ezt az ábrát, de itt vannak gyakorlatilag az API, amikor oprendszerből mondjuk meg tudod nézni, hogy egy file megvan a file rendszerben, mondjuk meg tudod nézni, ahol te sokkal a subdurális ott van, most ez egy teljesen módicka példa. De nyilván akkor egy valami járás Android framework által biztosított API híváson keresztül megvonod a file nevet, és akkor megnézed, hogy mit ad vissza, amikor el fog benni, amikor egy vagy ahogy itt ajánlva ugye. És ugye az van, hogy vannak ezek a framework-ok, amik azt csinálják, hogy beállnak, mert van a török ide. Ilyen API hooking technika szerű módon, és akkor mondjuk adott esetben meg tudják nézni azt, hogy egy húrás, az mondjuk azt akarja megnézni, hogy létezik a súlyjárás, és hogyha már bele tudnak állni, akkor biztos tudják adni, hogy nem létezik. Tehát ilyen értelemben el lehet rejteni. Rájó ezzel fogunk majd, hogyha hétünk meg, akkor sokat szórakozni ezekkel. Az Androidra is van ilyen lehetőség, ez is lehetséges, hogy detektálják, meg kikerüljük a munkatokat. Hát akkor az X-Privacy is X-Privacy, vagy olyan fel. Az így gyakorlatilag az összes lehetséges Android dolgot az korlátozni tudja. A hozzáférésektől kezdve is. Ja, igen. Jó lesz. Van még a, nem tudom, másik projekt is, hogy olyan összes, ugye a például ezres. De ez is útó telefonkára. Nyilván. Igen. És így fel tudok menni, és akkor meg tudom mondani, hogy mindig tudok rá is menni. Tehát, hogy például az átadókat megfigyelni, vagy azt mondom, hogy ő például a Google fiókokat nem tudja olvasni, ja. Vagy ki tudok menni az internetre vele, vagy nem. Én csináltam egy nagyon egyszerű logikai vizet, hogy vagy kiment az internetre, vagy hozzáférjük az utaihoz, és akkor életek ezen kettőgyét együtt mellett. És akkor ez policy volt, tudod mondani, hogy minden alkalmazásra jegyünk. Nekem ne jöjjenek olyan alkalmazások, amik mindig vizsgálják, hogy én hol vagyok, zabálják az akkumulátort, és közben egy csomó minden alapítását férnek, UserSpace-ből, tehát ezt tényleg most ugye van hatosan, hogy van már kicsit megváltozott, kicsit, tehát gyökeresen vissza lehet vonni a permissionöket, hogy... Igen. Igen. Toposztam, hogy az ötös nyomítottál a koncepciót, hogy feldobja a legelején, hogy hello, ezek a körben kellnek majd, elfogod, kell-e vagy nem, és akkor jövök a yes-no, így viszont meg tudod mondani, hogy később vissza tudod vonni, hogy a Facebook ne felérne a hozzáadásokat. A Google helyén megint is ezt tenném, tehát inkább egy saját alkalmazásból csak bocsájtok ki, és akkor én mindig minden lesz a direktorádra is, hogyha egy külső alkalmazást használjon valaki, és akkor én is legyek bele egy kérdéket. Ugye a X-Privacy-vel én a Google-t is ki tudom korlátozni. De igen, mert ugye a Google-nak a saját framework-ét is. A Google-nek meg az a lényeg, hogy te árucik vagy, hiába fizettél az app-rendszertől kezdve a telefonért mindent, azért küldjük volna, hogy valami fogok kiszakítani. Jó, hát igen, lehet érzés, hogy elnézünk. Egyébként egy ötletem van arra, hogy hogyan tudod, hogy ma le van a telefonban, figyelj a hálózatok oldalnak, a hotwire-sákkal.
vagy az egészet keresztül valami HTTP proxy. Ezzel egy gondom van, mi van akkor, hogyha Wi-Fi-n keresztül nem hajlandó kommunikálni, csak a mobil internetet pedig nem fogom tudni leszűrni. TCP-ben például nem? Tehát, hogyha ráfussolsz egy TCP-ben a binárist, tehát akkor lesz egy rádióval levő interfészed, és azok jár. Még arra készítve, hogy ott nem ilyen TCP csomagokat fogsz látni, hanem ott kicsit mókolni kell. Tehát, hogy a technológiai részlet miatt ott nem TCP van a legalját. Kérdezőnek kevesebb. Tehát, az meg lehet. Tehát, hogy van rá lehetőség, vagy esetleg azt is szét tudja cincelni. Oké, ez jó.